kedves vendégek! A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium nevében köszöntök mindenki, aki Diós Kristóf emlékét megtisztelte azzal, hogy a mai ünnepséggel megjelent. Amikor 4 évvel ezelőtt Kristóf első kiállítását megnyitottuk az iskolában, nem gondoltuk, hogy ilyen szomorú körülmények között találkozunk legközelebb. Sajnos ez a kiállítás már állandó tárlat lesz. A hely megválasztásakor az volt a célunk, hogy a biológia előadóba igyekezve a diákok nap mint nap elhaladjanak a képek előtt. Köszönöm a családnak, hogy hozzájárult a megvalósításhoz, és azoknak, akik ezt a kiállítást előkészítették, Szuhaj György tanár úrnak és Mészáros Tünde igazgató helyettesnek. A képek kiváló minőségben történő kinyomtatását támogatóknak, a Fuji Labornak, személyesen Bakula Jánosnak és Valló Zoltánnak. Szeretnénk a jövőben egy Kristóf nevét viselő országos természetfotópályázatot meghirdetni az evangélikus iskolák diákjai között, amivel tehetségének emlékét megőrizhetjük. A verseny lebonyolításához már érkezett is adomány egy vajdás öregdiáktól, ami azt mutatja, hogy sokakat megérintett, ami történt. Még egyszer köszönöm, hogy itt vannak. Szél Antal természetvédelmi terület felügyelő visszaemlékezésre. Lehullott kócsaktól. Híreinkben is beszámoltunk a nyáron, hogy 3 fiatal kócsol vele 2 hétig a természetvédelmi őrök munkájában. Egyikük Dévaványára egy agilis fiatal biológus hallgató, Diós Kristóf volt, az ifjú kócsok őröm. Amikor májusban kezében adtam, amíg éppen röpkételen vattúzok fiókát, még nem is gondolta, hogy mikor jön a téli túzok számlálás ideje, már nem lesz módjában ezt a madarat újra látni. Egy szerencsétlen tragédia következtében ugyanis közel 24 évesen Diós Kristóf elhunyt. Egy boldog és tartalmas életpálya tört ketté, meg annyi elkezdett terv maradt megvalósítatlan. Mint tőzsgyökeres dévaványai, természettudományos érdeklődése is itt indult. Az itteni terepmunkákkal a kedvenc helyeken, mint a sártói vagy a fűszvási erdő. Az akkor még Réhelyi Látogatóközpontban rendezett természetvédelmi táboroknak kezdettől fogva tevékeny résztvevője volt. Már akkor észrevehető volt, hogy nem átlagos érdeklődésű ember. A megismerés öröme tartalmat adott tábori mindennapjainak. A példaképének tekintett Máté Bence kitűnő madárfotó sikersorozata komoly ambíciókra sarkalt a Kristófot is, amikor elkezdett természetfotózással foglalkozni. Innen az első kapcsolatunk, amikor egy fényképezőgép beszerzések és az objektívek ügyében segítettem a kiválasztásban. A hallgatói munka mellett kutatói ambíciókat is dédelgetett. Érdeklődése az egyik újrahonosodott ragadozó az aranysakáló felé fordult. Később már célzottan járta a dívaványa környéki erdőket, és az ismerté vált sakáltanyák közelében egy általa szerkesztett fotócsapdát kezdett üzemeltetni. Ez a készülék nyilván nem csak a célfajt, hanem az erdő többi közlekedő lakóját is megörökítette. Ebből adódott, hogy egy gyors kérült iszakai nyúl képével díjat is nyert egy pályázaton. A sok munka kezdett gyümölcsöző lenni. Jöttek az elismerések, lassan a fotós társadalom is megismerte a nevét. Egyre nívósabb felvételekkel pályázott, vitte a hírét a ványai tájhadvilágának. Rendszeresen részt vett a szakmai konferenciákon. Legutóbb például Görögországban egy nemzetközi sakálkonferencián. Előadásokat tartott, posztereket jelentetett meg, természetesen a sakálkutatás eredményeiről, de a szakdolgozata is a tárgykönyvben íródott. Tetszett neki a pusztai táj is, a néha nem is egyszerű évei kezelési sokféleségével. Ezekbe tudott mélyebben bepillantani a családi pusztában szervezett kutatótáborokban, melyeknek évről évre résztvevője volt. Olyan autentikus emberektől tanulhatta a növénytársulások és az élővilág kölcsönhatásait, mint amilyen dr. Molnár Zsolt. Utoljára röviddel a tragédia előtt beszéltünk, amikor ráhívtam egy délalföldi varangolásra, de kötelességtudata felülírta a kalandvágyát. Egy vizsgát még le kellett tennie, és sajnálkozva várt, de visszamondta a meghívást. Egy biztos, ha a dolgok nem így alakulnak, nevét továbbra is jegyezte volna a vadbiológus és a fotós szakma egyaránt. Veszteség érte a családot, a szakmát, az ismerősöket, és mindenkit, aki ismerhette ezt a nagyszerű fiatalembert. Kedves Kristóf, nyugodj békében, Ványai táj hangulatával.
emléket örökké őrizni fogjuk. Sok száz kiállítást megnyitottam már, de talán még egyszer se ilyen nehéz lélekkel, mint ahogy erre készültünk. Hetek óta válogattuk a képeket, és én meg próbáltam érlelni magamba a gondolatokat, hogy mit lehet, és mit szabad ilyenkor elmondani. Legjobb lenne egy szót sem szólni, hanem csak mérni a gépeket, amiket az állandó kiállításra összeválogattunk. Meg a többi ezret, amelyeknek nem férnek el a falkon. 4 évvel ezelőtt volt az előző kiállítása, majdnem azt mondom, hogy elbohózkodtuk, eljátszottuk, örömmel teli lélekkel nyitottam meg a kiállítást, és a végén még egy ilyen beavatási szertartást is csináltam, hogy én fehér kesztyűbe tartottam meg a megnyitót, mert ugye a képek összeválogatásához, a keretezéshez az ember nem jó, hogyha megérinti a felületeket. És a kiállítás végén, mint egy elnézést kérek magamhoz, fölemelve, egyenrangú emberként felnőtt, javatva átadtam neki is egy fehér kesztyűt, hogy használja sokáig a kiállításokhoz. A kiállítás koncepciója, hát először is nagyon meglepett minket, hogy mennyi rengeteg sok kép van, és a ismerősök, a barátok, az osztálytársak tömegével küldték az intézménybe, meg hozzám is a képeket, és először ránk borult a bőségnek a zavara, nem tudtuk, hogy miből és hogyan próbáljuk ezt valahogy szűrni, milyen szempontok alapján. Utána nekikezdtünk, és akkor próbáltuk csoportosítani a természetet, az állatokat, a nyulakat, az őzeket, a madarakat, a rovarokat, és akkor nagyjából le tudtuk szűkíteni ilyen 25-30-ra azt a mennyiséget, amelyből végül a kiállítást összeválogattuk. Utána próbáltuk elrendezni ebbe a lépcsőházba, hogy hogy lehet ennek valami értelmet is adni. Kristófról találtunk olyan képeket, amelyek közül, amelyek mögöttünk van, az talán olyan, amilyennek kellene lenni neki, amikor a felnőtt tudós emberként, érett emberként végigfutja a pályáját. Ahhoz hasonlóan, mint ahogy a hulának itt a szomszéd falán látjuk a gimnázium volt diákjait, vagy volt igazgatóit. Utána elindítottuk azokat a képeket, ahol a természet van, a földön szaladgáló élő állatok, majd a lépcsőforduló felső részébe kerültek azok, akik repülnek, akik szárnyalnak és elmennek. Ezek közé illesztettünk be Kristófról még 3 képet. Én is sokat fényképeztem. De nekem nem volt olyan a lelkem, mint neki. Tehát én nem tudtam a természetbe úgy elmerülni, úgy eltűnni, hogy az állatok olyan közel jöjjenek hozzá, mint ahogy ő ezt meg tudta tenni. Nekem nem volt olyan alázatom, hogy a technikát úgy megismerjem, mint ahogy ő megismerte, és tudja alkalmazni a cél érdekében. Akiknek ezek a technikák, ez a megközelítés, ez a természethez való viszony megtetszik, azok próbálják megismerni azt az embert is, aki alázatával ezek mögött a képek mögött ott van, és így talán nekik is sikerül majd ilyen képeket csinálni. A természet szeretete nélkül, meg anélkül a lélek nélkül, amelyik el tud merülni a természetben, ezt nem lehet megcsinálni. A kiállításban nagyon sokat dolgozott az intézmény valamennyi dolgozója, és a már említett Fuji Labor, akinek a munkásainak köszönhető, hogy ez az anyag ilyen minőségbe és ilyen tálalásba ide került. A legnehezebb gondolatokat most próbálom összerendezni. Bármilyen nehéz, Kristófot el kell, hogy engedjük. Ezt a kicsi, rövid életet el kell, hogy engedjük, mert különben nem tudjuk a magunkét leélni, úgy, ahogyan kellene, most már helyette is. Ne temessenek minket maguk alá az emlékek. Őrizzük meg azt a mosolygós fiatalembert, akit taníthattunk, aki helyettünk ilyen szépnek látta a világot, a földi életet. Menjünk ki helyette a természetbe. Járjunk a mezőn, az erdőkben, a vízpartokon, rejtőzünk el a bozótosban, reménykedjünk, hogy a róka vagy az őz megmutatja magát nekünk. A temetésről hazafelé jövet, próbáltuk így nézni a dévabányai beavazott határt, az őveket, a vércséket, a fákat, a havat, a fényt, meg mindent, ami körülvet minket. Felejtős ez a városi civilizációnak nevezett mondott világ, a természethez képest. És hát a végső menedék az az Ótestamentum. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. Ideje az ültetésnek, és ideje annak kiszaggatásának, ami ültettetett.
Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a jajgatásnak, és ideje a szögdelésnek. Ideje van a kövek elhányásának, és ideje van a kövek egybegyűjtésének. Ideje az ölelgetésnek, és ideje az ölelgetéstől való eltávolodásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje a vesztésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak, és az elengedésnek. Pillanatainkban, szomorúságunkban és örömünkben is, Isten, ami egyetlen egy reményünk, vigasztalunk, így kulcsoljuk össze most a kezünket, és mondjunk egy imát ő hozzá. Urunk Istenünk, megállunk a Te nagy színed előtt, és Te látod azt, hogy próbáljuk megérteni, hogy mit miért teszel. Te látod azt, hogy próbáljuk azt megkeresni, hogy miért kellett egy fiatal tehetséget elhívnod magadhoz innen közülünk?
miért kell a gyászt megélnünk, miért kell most már csak képeken látnunk őt. De azért hálával is tartozunk neked, mert itt lehetett velünk, mert adhatott valamit nekünk, és most, amikor megnézhetjük a képeit, akkor így kegyelettel tudunk rá emlékezni. Így kérünk, hogy ne fakuljon ki az ő látképe, hanem egész életünkben tudjuk továbbadni a szeretetét, a tehetségét, azokat a pillanatokat, amiket vele élhettünk meg. És így kérünk, hogy diákjaink számára is add meg, hogy amikor a képeken végignéznek, elmennek mellettük, akkor lássák meg őt. Atyánk, könyörülj rajta, áld meg, mert valahol az a mi reménységünk, hogy most már jó helyen van veled együtt. Így kérünk, hogy áld meg mindannyiunkat, valóban emlékét tudjuk kegyelettel hordozni. Amen. Most pedig egy áldással szeretném megnyitni ezt a tárlatot. Minden határ, minden hiány, minden könny, minden, ami fáj, minden félelmed, minden erőtlenséged, minden tehetetlenséged, minden, ami a szívedben mar, kiáltson fel a mélységből, ő hozzá, a határtalanhoz, aki a teljesség, a vígasz, a biztonság, az erő. Találjon otthonra benned a bizalom, találjon békére benned a hallgatás, a fáradt szavak táncoljanak, a megkopott színek harsogjanak. Érted nyúló tiszta kezek simogassanak ki magányodból, és emeljen magasba, vonjon egészen magához a határtalan élet, Istene. Hát bízunk benne, hogy Kristófot magához vonta. Amen.